Február 1-ével egy korszak lezárult a fehérvári öttusa sport életében. Az Alba Volán SC versenyzői a jövőben Volán Fehérvár néven szerepelnek majd a különböző versenyeken. A névfelvételt a klub kérte, melyhez a város örömmel járult hozzá. Az a több száz gyermek, aki sportol az öttusa utánpótlás hátterében, azt gondolom, hogy ők is megérdemlik azt, hogy amilyen egyesületnek a színeiben ők sportolhatnak, az viselje a város nevét is. A jövőben ez így lesz, hiszen a Fehérvár név is oda lesz téve a Volán mellé, mindegy szimbolizálva és jelképezve, hogy ez a város számára is egy fontos tevékenység, amit a város a 2013-as költségvetésében is támogatni fog, 18,5 millió forintos támogatással ebbe az élsport, és a utánpótlásra az öttusának is szerepel. A szakosztályigazgatói teendőket ősz óta ellátó Vörös Zsuzsanna, Székesfehérvár máig egyetlen olimpiai bajnoka, örömmel vette tudomásul az egyesületre nézve pozitív döntést. Mindenképpen szerettük volna megerősíteni azokat a kapcsolatokat, azokat a szálakat, ami a szakosztályt a városhoz fűzi, illetve a város kapcsolatát a szakosztállyal. Ez a lehető legjobban alakult számunkra, és hát az, amit a polgármester úr említett, ugye, hogy a város célkitűzése, hogy folyamatosan növeljük a bázisunkat, ez a mai viszonyokban egy nagyon nagy dolog, és amennyire én jól tudom, akkor egy stabil 20-30 fővel minden évben tudjuk növelni az utóbbi pár évben a létszámot, és azért erre a városnak, ezzel kapcsolatban nekünk is szükségünk van a város támogatására. A hétfő délelőtti sajtótájékoztatón dr. Cserpalkovics András polgármester reagált a hétvégén a sajtóban megjelent nyilatkozatra, melyben Márton Roland önkormányzati képviselő azt sugallta, hogy a város talán túl sokat áldoz a sportra. Azért tartom ezt nagyon visszásnak, mert az az összeg, amit ő ebben a hírportálban megjelent, hogy 4 év alatt mennyit költ az önkormányzat sportra, az csak úgy jöhetett ki, hogyha ő az utánpótlást, a diáksportot, a nyitott tornaterme akciót, a profi sportot és a létesítmény fenntartást, az uszodát, a jégcsarnoknak a fenntartását is ide vette. Én bízom benne, hogy nem arra utalt Márton Roland MSZP-s képviselő, hogy ők meg szeretnék szüntetni a sportot Székesfehérváron. Én ezt abszolút elfogadhatatlannak tartom. Ha nincs Vörös Zsuzsa, akkor nincs több száz öttusázó kisgyermek Székesfehérváron, akkor nincs mozgó ifjúság, ha nincs diáksport, akkor nincs az utánpótlás háttere, és ha nincs erős utánpótlás, akkor nem lehet élsport sem, de ez fordítva is igaz. Ha nincsenek az élsportban olyan ikonok, akik példaképei a mai fiataloknak, akkor hogyan várhatjuk, hogy Fehérvár egy erősebb közösség és egy egészségesebb közösség legyen. Én azt gondolom, hogy a sport támogatására szükség van Székesfehérváron, és ameddig mi vezetjük a várost, addig az úszoda működni fog, a jégcsarnok működni fog, a nyitott tornaterem akció működni fog, a gyermekeink úszni fognak járni, és sorolhatnánk azokat a tevékenységeket, amit el lehet végezni, és én bízom benne, hogy most is, a jövőben is sok-sok ezer ember szurkol hétvégenként a székesfehérvári csapatoknak. Megnyugodhatnak tehát a fehérvári sport barátai, a jövőben is a megszokott minőséggel találkozhatnak majd a városi sporteseményeken.